Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is drámai történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Sekai Seifuku, Bouryaku no Zvezda. A Sekai Seifuku, Bouryaku no Zvezda műfaját tekintve a sci-fi, akció, dráma és a komédia kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször manga formájában jelent meg, 2014. januárja és októberre között, összesen három különféle széria formájában, öt kötetként, melynek készítői nem mások voltak, mint Hori, Hamao, illetve Manatsu Suzuki. Ám legvégezetül természetesen maga az anime is megjelent, amely gyakorlatilag egy időben, 2014. januárja és októberre között 12 részt plusz egy ovát vonultatott fel, Tensai Okamura rendező és forgatókönyvíró, illetve Meteo Hoshizora forgatókönyvíró által. Történetünk a közeli jövőben játszódik, a Japánban egy polgárháború hatására egy tokiói központú rezsim vette át a hatalmat, elnyomva csaknem az ország egészét. Azonban a független területeken számos anarchista csoport változatlan folytatta tevékenységét, és egyben céljai megvalósítását is. Jimon Asuta, a tokiói kormányzó, szökött középiskolás fiú és végül egy ilyen szervezetben, a Zvezdában köt ki, miután annak vezére két az utcáról fogadja be a fiút, mint egy ígéretes és hűséges követőt, aki nem csak apja módszerei ellen lázad, hanem egyben a lehetetlennek tűnő harcban is segítséget nyújt, melynek végén nem csak Japán, hanem az egész világ meghódítása is állna. Összességében nekem kevésbé tetszett ez a történet, amely közepes képi és hangvilága mellett egy gyenge harc és komikum elemekkel tarkított alkotás lett végül. Habár számos remek drámai elemet is tartalmazott, azonban a rövid cselekményidő okán a karakterek sem kaptak elég hátteret. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Sekai Seifuku Bouryaku no Zvezda csupán egy 10/5-ös alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!